Megkezdődött a báli szezon, és ahogy ez már évtizedek óta szokásban van Bonyhádon, a németek is megtartották a hagyományos vábbát. Persze több ez annál, mint hogy egy este összejövünk, eszünk-iszünk, jót mulatunk, része a hagyomány megélésének, a közösségi lét, az együvé tartozás élményének erősítésének. Idén, eltérve a megszokottól, színpadi produkciók is színesítették az estet. Mindenki örül annak, hogy végre találkozunk, hisz nem csak bonyhádiak jönnek, hanem a környékből, sőt, megye határán kívülről is. Ebben az évben egy nagyon híres zenekart hívtunk meg, a Süt zenekart, és azok, akik nagyon szeretik őket, egész Pécsről és Nagynyárádról, nagyon sok helyről követik őket, és a végén úgy jártunk, hogy nem volt már eladható jegy. A zene az a vérünkben van, és nem csak a zene, hanem az ének és a tánc, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a kulturális, egy rövid kulturális program keretében a táncosok is bemutatkoznak, az énekkel is bemutatkozik, és nemrég egy éve működik Bonyhádon egy harmonika iskola, vagy néhány gyerek tanul harmonikázni, és ők is bemutatkoznak, nekik is lehetőséget adunk arra, hogy a nagy közösségnek bemutatkozzanak. Bonyhád városának jelentős része német nemzetiségűnek vallja magát. Így a svábbal rendkívül fontos társadalmi esemény is. A város és a kisebbségi önkormányzat viszonya kiemelkedően jó. Bonyhád város mindig fontosnak tartotta a németséggel való együttműködést. Nem is titkolhatóan azért, hiszen a Bonyhád város 30%-a német nemzetiségűnek vallja magát. Ezért, de amúgy is egy közösségnek, egy településnek mindig fontos, hogy a nemzetiségek, egyáltalán az ott lakók, közösségek egymással jó kapcsolatot ápoljanak. Bonyhád város mindig kiemelten fontosnak tartotta a németség támogatását, és minden esztendőben természetesen a német nemzetiségi önkormányzattal való jó kapcsolatot, és ez az idei évben is így történik. Bonyhád külkapcsolatainak kialakításában és legfőképp működtetésében is kiemelkedő szerep jut a kisebbségeknek. Akár hogyha Hohheimra, Treitlingenre vagy Wernaura gondolunk, mindenhol ott van a német önkormányzat, német nemzetiségi önkormányzat, igen. Hogy a németség helyzete jónak mondható, sőt, mindent megtesznek azért, hogy tudjuk ápolni a kultúránkat, a nyelvünket tudjuk ápolni. Már van egy országgyűlési képviselőnk, aki nagyon sok mindent megtesz a németségért, sőt, sikerült elérni, hogy az óvodapedagógusok ösztöndíjat kapjanak, tehát nem szólhatok semmit. Amit én negatívomnak látok, hogy mivel jó a helyzetünk, sokan elkényelmesednek, és mivel sok a vegyes házasság, az asszimiláció egyre erősebb. Tehát ez, ami nem a legjobb. A németek mozgalmas évre számíthatnak ebben az évben is. Számos olyan rendezvény vár rájuk, melynek megszervezése férfi munka lesz. Ilyen lesz a Summerfest, ahol sor kerül az országos sváb szépségversenyre is, és 30 éves jubileumot ül majd a város Wernauval. Az ünnepségre minden német testvérvárosból érkeznek vendégek. De ez majd csak nyáron lesz. Most farsangon a tánc és a vidámság ünnepe, amit a svábok meg is ünnepeltek tisztességesen.